Csá, srácok! Úristen, nem voltam az elmúlt 2 napban gép közelben sem. Hát itt van vagyok, hát elég nagyon durva volt a meló. Most így az elmúlt 2 napban. Írtózat fáradt vagyok, hiába aludtam 9 órát, ami azért magamhoz képest rengeteg. Megjött a Days Gone. Volt, csak kicsit meg is fáztam egyébként, szerintem lehet hallani a hangomon. Legalábbis én úgy érzem, hogy meg vagyok fázva, meg néha azért tűzszögök, meg ilyenek. Megjött a Days Gone pénteken, amikor én már régen melóban voltam, és haza sem jöttem tegnap egészen este 11 körülig, vagy valahogy úgy. Szervusz Stream Elements, nagyon király vagy, hogy itt vagy. És aztán... hát végül is... Felkeltem, reggeliztem. Egy kicsit azért így rá gyúrtam magam erre a zombis témára, néztem a Fear the Walking Dead-et, vagy nem tudom, valami ilyesmi a címe. Azért még a címét sem tudom a sorozatnak, amit elkezdtem nézni. Tudjátok, ez olyan, mint a Walking Dead, csak így igazából az események kezdetét mutatja be, nem azt, ami már így benne van, nem tudom, mi a Walking Dead-be. Na, de na, hát mit tudok erről a játékról? Láttam, hogy van benne motor, meg zombik. De direkt nem néztem utána így durván, hogy most akkor mégis így mi lehet a sztori, meg ilyenek. Hát gondolom a szokásos, tehát hogy vannak looterek, vannak gengek, meg ilyenek, szóval ezt tudom elképzelni, hogy azért nem csak zombikat fogunk majd írtogatni, hanem lesz ebben drámai vonal is, meg ilyenek. Biztos vagyok benne, hogy mivel pénteken jött ki a játék, és azért csütörtökön már nyomták a nagyobb streamerek, akik már így, nem tudom, egy nappal a megjelenés előtt megkapják a játékokat, szóval hogy ők azért már így biztos előre haladottabb állapotban vannak a játékkal. Sőt, egyébként nem tartom kizártnak, hogy valaki már végig is vitte ez alatt a rövid idő alatt, mert azért ismerem ezeket az állatokat, hogy mire képesek. Mindenkit csókolok, aki egyébként ide jön a streamre, sziasztok! Fú, tehát vasárnap van. 11 óra 4 perc. És azt kell, hogy mondjam, hogy hát csapjunk bele. Brightness kicsit nagyon sötétebb, nem? A sose para, hogyha egy zombis játék kicsit sötétebb. A HDR az mehet, egyébként ezért indítottam el most már itt a beállításoknál a streamet, mert a HDR-t meg akartam nézni, hogy lehet-e működtetni stream alatt, ugyanis emlékszem, a Resident Evil 2-ben nem lehetett. Ja, itt a Days Gone-ban viszont lehet. Wow, ez tetszik, ez jól néz ki. Jó, tehát a sprintet gombbal fogjuk bekapcsolni, nem lenyomva, hanem megnyomva. Kamera szenzitivitás. Slapfire, nope. Backup kamera, az mi volt? Várj, ez hogy volt, amikor így volt? Ti emlékeztek rá? Baszki, hát én sem. Jó, ez close all options. Hát mindegy, a backup kamera az úgy marad. Bár nem tudom, hogy mit jelenthet, de valami jó lesz. Back és up, ez azt jelenti, hogy TPS nézet. Mert hogy hátul is van, meg felül is, ugye? De a backup az is lehet, hogy tartalék. Nem, de mindegy, hát most már kit érdekel. Nyomjuk meg a New Game Button-t, hogy mi ez? Érted, menüpontot. Bazzeg, tisztára félek belekezdeni egy új játékba. Van hard mode, lehet, hogy abba kéne nyomulni, nem? Nem, kezdjünk egy normált. A nagy fasz. Azért 25 éve gémelek, legyen hard. Hát jó, hát hogyha nem, hát akkor nem. Egyébként ez mondjuk egy stream szempontjából így meggondolandó tényleg, hogy haladni akarsz a sztoriban, mert hogy úgyis végig akarod streamelni az egészet. Vagy normálon akarod, ahogy az a játék úgy ki lett találva, úgy a nagy átlagszám. De bazd meg, de nem vagyunk. Igen, tehát nem vagyok egy nagy átlag gamer, mert kurva régóta játszom. Akkor lehet, hogy egy kicsit több tapasztalattal rendelkezem, ezért megpróbálhatnám a hardot.
Jeez, na jó, ez nem fog végig így menni, ne aggódjatok, hogy minden kibaszott gombnyomáson el fogok gondolkodni. Ez most csak így az eleje, valahogy el kell kezdeni ezt a gémet. Az ott vajon mi az Isten, az egy gyűrű? Ott a jobb alsó sarokban, vagy talán egy vas kutya. Medve. Vasjeges medve. What? Na várj egy kicsit. Ne sugdolózzunk, mert ezt nem szeretem. Display audio language. Itt van. Gameplay. Belekezdtünk a hardba, azért keményen, igen. Vibráció az mindig jó, majd a seggemhez közel teszem a joyt. Okay, mehet. Micsoda? Ez egy kicsit a felirat, nem? Megharapta egy kisgyerek? Helikopterrel akarunk elmenekülni, vagy egy másfél chopperre gondolva? Helikopterre. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay, listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on, no more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteers for this. I'm not even supposed to be out here, O'Brien. Okay. I've only got room for two of you, okay? Two. What do you got room for two of you? We're overweight, okay? I can only take two of you, two. Come on, help me, come on. All right, sweetheart. That's okay. You're gonna be all right. I got her. I'm gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that guy. We gotta get on that shuttle. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. Look, I've been through worse shit than this before. You know? Here we go. Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. See ya. Mekkora az a gyűrű, baszki? Nagyobb, mint a fél ökle a csajnak. Coming? Abban majd kiássuk a sírjából. Oké, okay, ez a rész, ez nem volt erős. Ez nem egy erős intro. Hey Grabowski, üdv! Üdv a követőink közt, szerbusz! Szóval, hogy ezt így nem éreztem egy erős kezdésnek, ez így nem volt eléggé drámai. Tehát így elküldtük a csajszit, akiről nem is tudjuk igazából a feleségünk, a barátnőnk, hogy mi az Isten ő. Tehát így semmit. Elküldtük a chopperrel, baszki, és odaadtuk a gyűrünket, hogy majd ezt szeretnénk vissza, és itt maradtunk a haverunkkal,
a biker gangből. Bazzeg, tehát így, jó. Oké. Ezzel már nem fogunk kiakadni. Kicsit mű volt, kicsit gyenge volt, de jó volt. És Grabov, kösz, hogy bekövettél, faszavágy, szervusz, neked itt a streamen. Let's go! Nézzük, miről szól ez a game. 2 év eltelt azóta. Majd próbáljuk megfigyelni, hogy a gyűrű azóta a kezünkön van-e, vagy sem. Lehet, hogy tényleg a sírból kellett kiszedni, nem kizárt. És sziasztok mindenkinek, aki ide néz. We lost him. He can't be far. Wait, hold on, cut your engine. Shit, she's alive. Alvarez, hey. Alvarez, what happened here? I mean, who did this? Was it Rippers? Leon did this. Csűha, megvan az új enemink, a target Leon. Ez a kibaszott Leon, srácok, mit szóltak ehhez? Mély átérzéssel, létszik. Okay. Softy, szevasz, üdvözlünk! Bazd meg, neki fogok menni egy... Hát tudod, ezért nem figyelek oda. Oké, a négyzettel nyomod. A visszamászás a motorra. Jó. Oké, hát szóval ezt nem szabad elbukni itt az elején. Tehát nem, hogyha felborulsz a motorra, mint egy darab szar, ott elkenődsz a betonon, akkor a búzer úgy itt hagy téged, mint a szart, úgyhogy... Ezt nem szabad megcsinálni, srácok. Figyeljetek oda, hogy nagyon erősen fogni kell azt a kormány. És ne olvasd chatet, miközben vezetsz, ugye? Ugye? Tehát azért nem telefonozunk, bazd meg. Jobbra-balra kacsázok, hát ezt is abba kell hagynom ahhoz, hogy ne boruljak fel. Oké. Okay. Lassú az a motor. X-el busztolok. Oké. Okay. No shit, he can't have much! Mi van, ha a szarvas után mennék inkább? Csávó, meg le... Nem, várja. Wait, ez kurva nagy ez a kanyar! Hát mennyire élesen vette ezt, hallod? Egy picit nyomtam csak rá, és aztán elvittem mindent, ami... Belemehetsz a tűzbe, jó? Nagyon-nagyon érzékeny a motor. Úgy értem, hogy egy kicsit rányomsz egy oldalra, és akkor átkanyarodik, hogy beszartok. Jeez. Mi a célom pontosan? Tehát oké, hogy itt üldözzük, úgy csinálunk, mintha egy motoros kis banda lennénk, de tulajdonképpen ezt a csávot el kéne kapni, nem? És akkor lehetséges, hogy nekem itt busztanunk kellene, tehát X-el. Nem csak üldözni kellett, jó? He went that way.
R3-mal benyomjuk a Witcher Vision-t, figyelj! És tényleg, úgy mondjuk, mint Geralt. Csárevi, üdv, szevasz, szevasz. Mi szél fújt téged errefelé? Hogy vagy? Mi a helyzet? Mesélj. Éppen most próbálom ki ezt a gémet, a legelső percekben járok. Szóval, hogyha a Witcher Vision-t használom, átmegyek Geraltba. Rendesen benyomom magam narkóval, és hogyha jó felé nézek, akkor rezegni fog a Joy. Wow! Úristen, akkor elegendő, csak egy adott irányba nézem, feldugnom magamnak a Joy-nak a végét, és már is indulhat a móka. Igen. Na. Nope. Hopp. Wait, here. Down this way. Tracks are fresh. Aha, tehát nagyjából fel is tudom idézni, hogy mi történhetett. Tehát annyira király jelolvasó vagy nyomolvasó vagyunk, hogy... Ez igen. Azért, én nem tudom, én nem hagynám itt egy ilyen világban a motort. Tehát mi van, hogyha a csávó már rég a hátunkba került, és így nem tudom, felgyújtja a két mocit, és a sajátjával meg tovább megy. Nem? Opa! Fucking hell! Hát azért ez nem volt kellemes, hogy így felintőtt a csávó. Mi történne, ha lehoztaná egy fejest így kapásból, és így game over? Yeah, it's just a graze. Son of a bitch can't aim more than them. Son of a bitch. I'm fine, Boozer. He must be heading down there into the falls. He's losing a lot of blood. Jó. Az nem néz oda néz is még több jön. Jó, ez így most kezd tetszeni. Ez így most kezd tetszeni, ez az, amire vártam, hogy így rohadt sok zombi legyen, tehát így annyi, hogy meglátod őket, és így összefosod magad. Leon, Leon, most erre rábasszol, nem kellett volna az Alvarezt ennyire helyre tenni. Where's the stash, Leon? If you tell us, unlike you, I can promise you we'll make it quick. Revi. Don't look like you'd be suffering too long. Hétvégén rankedezni, ez a tanácsom. You got a little problem here. See, they can smell your blood from all the way down there. És köszönöm, hogy jöttél. A legjobb helyen jársz. Torn apart. Eat alive. Még nem biztos, lehet, hogy szar lesz ez a game. Goodbye, Leon. No, wait. All right. No. I got it right. Here, take it. Hey, a map. Where? In the cemetery. It's in the old cemetery. Hogy jöttünk el mellette? No, you said. Do it. Don't leave me out here, man. Na, mennyire leszünk kegyesek, úgy. Do it. You goddamn liar. Do it. Kegyes. Tuck's gonna need something for the bounty. Aha, szóval a csávón volt vérdi, jó rendben. Ezek szerint van egy Tuck, aki adja ki a targeteket nekünk. X-el tudunk eldugni. Hétkezde teljesen sima, aha, Silver egyig. Na hát pontosan erről beszélek. Nagyon-nagyon meg kell választani, hogy mikor rankedezik az ember. Ezt most én a 3 évvel ezelőtti tapasztalataimmal mondom, mert azóta kb. Nem rankedeztem, csak tavaly egy 10 meccset, ugye a besorolókat lenyomtam.
Idén még arra se szántam rá magam, így, hogy hallottam, hogy... I want to search this camp, see if I can't find something to fix up this crash. Wait a sec, ezeket fel lehet venni? Igen, hogyha elég közel mész. Szóval így, hogy hallottam, hogy most ilyen egy szezon alatt 4 szezon lesz igazából, meg ilyenek, így már nincs is kedvem 10 besorolót lenyomni, mert az már 40 besoroló, és akkor az, érted? Vagy lehet, hogy nem így működik, lehet, hogy rosszul tudom. Javíts ki, hogyha tévedek. De minden esetre az inne. Tehát tökre szívesen megcsinálom azt a párat, és akkor az úgy el lesz felejtve. Nem kell mindig lejátszani? Az viszont jó. De nincs olyan, hogy visszadobál? Tehát, hogy reszetel? Érted? Ja, az L1-jel, várjál, survival wheel. Igen. Igen, select the bandage. Sidearm, traps, csapdák, special weaponok, distractionok, medical bandage, okay, craft. Ennek meg kell tanulni majd a menetét. Miért hírelném magam? What? Nem, köszönöm, nem akarom 73 HP-nál elhasználni az egyetlen bandage-et, amit tudtam csinálni. Ez tiszta fasság. Észre se vetted, hogy volt már váltás? Hát akkor az viszont úgy nem szar. Akkor lehet, hogy nekem is megérné lenyomni a... Illetve, hogy muszáj hílelnem. Lehet, hogy nekem is megérné megcsinálni. Okay, L3 sprint. Nice. Az irányításával ennek a játéknak nem vagyok kibékülve. Nagyon, vagy nagyon érzékeny, vagy nagyon... Furcsa igazából. Oh, we were going hunting tonight. Take some bounties in the Tucker. A lot of it's pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Gotta stock up on supplies. Yeah. Okay. Wait a sec. Mit csináltál? 3 eurót fizettem valamire? Ja, Twitch Prime. Jó, most mondta le magát. Köszönöm szépen, Twitch Prime, hogy így gondoskodsz. Arról, hogy mindig kevés pénzem legyen. Nem. Nem, amúgy nem drága ez az egész. Hál' Istennek. Na, nézzük meg alaposan, hogy mi van. Egyébként eddig ez a játék... Living Mission Zone, nem mehetek oda, pedig ott van egy háromszög. Ugye? Az szerintem egy leszedhető növény. És én pedig ezzel leave-elem a Mission Zone-t. Ez szomorú. Tehát eddig ez a játék így nagyon így... Így páf, így bele a közepébe, semmi... Semmi, nem tudom, olyan elnyújtott, hosszú, olyan ráérzetős, tehát amikor már a végére így tényleg úgy érzed magad, hogy benne vagy. Hogy a Prime-mal csak Tier 1-nal lehet ezt szubolni. Figyelj, én annyira nem vágom ezt az egész Tier 1, Tier 2, meg mit tudom én további is szubokat, hogy én azt se tudom, tehát hogy ez hogy működik konkrétan. Én néhány nappal ezelőtt lettem meg, nem, múlt héten lett meg nekem ez a Twitch Affiliate, nem tudom pontosan, hogy milyen neve, ez az érdekeltségi státusz, tehát azóta lehet ide rám szubolni. Én nagyon még meg sem néztem, hogy működnek, én nagyon-nagyon noob vagyok itt a Twitch-en, az az igazság, szóval... Én csak csinálom, így fejleszgetem a csatornát, így hobbiból, meg hogyha játszok, akkor ezt megosztom veletek, de hogy működik ez az egész ilyen szubolás, meg csírelés, meg... Tehát azt így, annak így egy rendes összefoglalóját még nem láttam sehol. Úgyhogy nem tudom a kérdésedre a választ, sajnos ennek valószínűleg a Google lesz a kiderítője számodra, ne haragudj, nem tudom. Anything off Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts and come back and get your bike. No. I think I got a better idea. We just get it while we're out here. What? Well... Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking?
We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willy's as good a place as any. Yeah, okay. Ugye ez azért nem úgy megy teljesen, mint egy RDR2-ben, meg egy Witcherben, hogy így füttyögsz a lovadnak, és akkor az jön. Tehát itt a motort azt így lazán el is hey, rejtettük. Oké. Vissza kell jönni hozzá. Na, ugye, itt se kapsz egyértelmű választ, pontosan azt mondtam. Tehát, hogy én se láttam még egy rendes összefoglalót azok arról, hogy ez így hogy működik, hogy az Istenben van az egész szugolás, csírelés, minden fasz, tír egy, tír kettő. Ivótok, minden, VIP státusz. Várjál, én vezetek. Ja, nem, köszön, oké. Oké, én csak így nézelődök. Szóval nem vágom tényleg. Hogy lefogadom, hogy lőni fogok valamit. Lehetséges, hogy zombikat. Hold on, something's blocking the road. Careful. Ez rajta ütős rész. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. Pont ezt akarjuk eltolni? Tehát más így nincs, amit eltolhatnánk a legnagyobbat? És ezt egyedül is nyomhatod? Tehát négyzettel? Lazán? Na mindegy, nyomjuk. Pedig, hogyha rendbe hoznánk ezt a rohadt nagyot, akkor mennyivel jobb esélyeik lennének, mint egy motorra. Bár lehet, hogy nem. Na tessék, kezdődik. Ambush. XXXXX. Oké, sorry. R2. Oké. Okay. Oh, wait, hát hogy lettünk hirtelen izék? Knife Master-ök? Oké. Okay. Switch targets. Oké. Okay. Hát ez azért szar volt. Az meg, hát kiforgatjuk a csávó belejét. Mondjuk ez a... Jó, jó, kezdek ráérezni. Ez annyira azért nem nehéz. Haverunkat nem? Oké. Lootoljuk már ki őket, tehát lehet, hogy van náluk valami fasz a szúcs, egy kis viagra, vagy... nope. Kis puri, eki, valami... Cica, Kati... Milyen motoros banda ez? Sen, narkó... Ja, fel kell másznom, itt elgondolkodtam, hogy hol lehet a saját motorom. Villámlátogatás! Revi! Hajrá! Fasz a vasárnapod neked, én itt el leszek hiddel egész nap ezzel az új gémmel. Köszönöm szépen, hogy benéztél. A kötelesség az kötelesség. Csókoltatlak. És gyere máskor is. Szia! Loan me your shotgun. I'll walk point. Szóval mellette fogunk járkálni, és mi fogunk lövöldözni, miközben ő jön velünk és világít. Érdekes. Looks like that checkpoint had him backed up pretty good. Yeah, a lot of good it did him. I'd rather be buried back with the goddamn pioneers. Yeah. Shit. Look at them all. Bunch of goddamn dumbasses, the lot of them. What are they thinking? Hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn horde comes through and just kills us all? Bad way to go out, trapped in a shithole like this. Nice, a kis loot. És mi van benne, tiszta ruha? Aha, egy rongy. Vágod? És akkor ezt is ki tudom nyitni? Persze. Jó, lootoljuk végig az alagutat, talán ez lesz a legjobb. Oda néz. Wow. Még egy darab rongy. És ezt? Ezt ki tudom nyitni? Nope. És ezt a? Hmm.
Nope. És ezt itt fent? Na itt mi lesz bent? Oké, tudok célozni. Sterilizáló bandage. Jó, hát remélem, hogy megérti, de miért van olyan kevés HP-m? 33? Mi történt, amitől lement? Az előbb healeltem, nem? Na várjál, így kellett felfelé nyomni. Bandage, craft. És kajak. Nem tudom, hogy mitől ment le a HP-m 100-ról 33-ra. Igazából feltöltöttük az előbb. Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Hey, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Zombie fészek lehet, ami ilyen büdös. Son of a bitch. You're hoping someone's home. Sounds like you got your wish. Ki fognak rohanni és égni fognak? Bro. Jó, van egy kicsit túlreagáltuk, nem? I think it's dead. Klisé! You're gonna break my shotgun. Yeah. Okay. Már kacok, eddig végig klisékből áll ez az egész, és nem sikerül bevonni a... Ne. What are you talking about? Eddig szomorú vagyok. You only act like this when epic story lesz meg minden. Ki tudom lootolni? It's not your fault that she's dead. Drop it. If you'd gotten on that chopper with Sarah, all that would have changed is you'd be dead too. Don't just drop it. Jaj, ne, hagyd abba. A mi hibánk, hogy meghalt. Nem, tényleg, tehát így nem jól építik ezt most. Vissza meg. És mi lesz? Felszállunk? Nem szállunk, vagy? Megyünk tovább? Oké. Okay. Abba a fészekbe azért benéztem volna. Vagy most így, hogy összeéget már nem lehet. És itt erre mi van? Ötletünk sincs, mert fényt nem kapunk. De van egy távcső nálunk. Nézd, a lefele nyíl egy zseblámpa, teljesen random kiderült. Erre a játék nem adott túl sok utasítást. Hát nem, mert ez full üres. Baszki. Honnan halljuk ezeket a faszkópékat amúgy? Damn alarm. Az baj? Milyen hülyén rohan, láttad? Tehát az egész felső testen nem moccant, amíg a lábát gyorsan szedte. Scrap. Finally.
Az kinyitható? Nope. Mondjuk miért is nyitnánk ki? Hát mi volt eddig benne? Az összesben egy darab rongy volt, meg olyan rongy, amivel healelhettél. Ez egy ilyen rongyi gyűjtőgető játék. Néha meg kell nyomni a célzást a lövéssel is. You're not getting your bike through there. Try that service tunnel. See if you can clear us a path from the other side. I got it. Just keep your headlight pointed that way. Oh, király. Amikor egy helyen több lootolható dolog van, akkor mindent felveszem. Basz meg. XXXXX, okay. XP-t gyűjtünk. 6-os szinten kezdünk valamiért, jó? Nem para. Ezt fel kell, nem nagyon? Jó. Kapásból bandage. Nice, nem is kellett craftelni. Jól látom azt a... Valószínűleg gyerekek is voltak valamikor, csak hát elég véres az egész helyszín. Legalább valami notot hagytak volna, valami sztorit, hogy mi történt itt a kisgyerekkel, meg ilyenek, szóval az... Az nem lett volna szar. What the hell? I didn't plan on this, goddammit! Wait, innen el se érem, mi? És azt láttuk ott. Szóval füleket gyűjtünk. Lehet, hogy kapunk érte valami bounty-t ezért is. Nulla HP-nk van? Valóban nyilván felhírettük kb. 50-re. Igen, annyira. Hát... Jó, de mi volt az a csík? Érted? Tehát, hogy... Lement és akkor sötét zöld lett és nullát írt. Azt hittem, hogy az ott a HP-n konkrétan, mondjuk elég balfasz lenne, hogyha így nézze ki. Tehát egy zöld alatt zöld. Meg vagy haver. Get more freaks! Csékolni több golyót. Hetszált. Tiszta menő, hogy ezek így nagyjából mindenhol meghalnak, szóval hogyha nem fejezed le őket, vagy nem sörted meg mondjuk a gerincvelőt, vagy mondjuk innen fejre mész, agyra mész, akkor is igazából meghalnak, hogyha hasba szúrod őket rendesen. Érdekes. Skúló, vajon ez így mind? Vagy... Á, nem, biztos nem végtelen. De mondjuk akkor... el kell kezdenünk spórolni, hogyha az tényleg 3, az a 3. Hé, itt ki tudok menni? Történjek, végre valami értelmes, de jó. Nem csak rongyok mindenhol. Huh.
hangulatilag nem rossz, meg úgy tényleg, tehát úgy szép is, meg jó, az irányítás egy kicsit szar, de egyébként úgy mechanikailag nincs egyelőre sok baj a játékkal. Csak tényleg ez a sztori, ez így annyira gyenge és klisés volt itt az elején. Remélem, hogy azért valamit ki tudnak majd még hozni belőle, mert még az se dobja fel eddig, hogy motoros téma, és akkor válom, nem. Another nest. Oh. Yeah, I smell it. Oh. How many Molotovs you got left? Well, you just used the last one. You got any shit to make more? Yeah, yeah. Should I Molotov? This'll just take a sec. That'll do it. Mindig nézze meg mi ez a jel. Amit fölöttem... Ja, a füle. Okay. Tökre be kéne menni oda, miután elaludt. Ja, hogy az ott is kigyulladt, tehát hogy ennyire, aha. Szerintem, hogyha ez eltűnik onnan, akkor be fogunk tudni menni. Akkor ezek szerint lehet, hogy ezelőbb is az volt. Hát akkor várjunk egy kicsit. Hát bizony ám, ez király, mert így ezzel új helyeket tudunk revealálni. És semmi? Tehát ezt tulajdonképpen úgy itt kellett volna hagyni, ahogy van. De miért nem rewardingabb a játék? Tehát jó, oké, elismerem, tényleg felgyújtottunk egy járatot, lehet, hogy minden elég oda bent, de... Azért valamit találtunk volna. I've been thinking about what you said about riding north. Just say. Egy másodpercet kérek, srácok. Alrighty, ígyunk egy kortyot és folytassuk, hát srácok! Eddig, ez a játék. Így történik, de... Ha már zombis és ilyen... Kicsit drámai, akkor emlékezzünk már a Last of Us-ra, hogy annak milyen eleje volt, ugye a...
hogy így a kis csajjal nyomultál, minden rendben van, cuki otthon, és aztán így hirtelen kitör a pánik, és így a szomszédod. Hazajön a fater, és lelövi a szomszédot, aki zombi. És aztán elkezdtek menekülni, és látjátok, hogy mekkora káosz van. És aztán a kislányt megölik rögtön az intrónak a végén, ugye? Tehát egy katona lelövi. És akkor fater meg 15 évig. Hát, hogy mondjam, elég depressziós. Az egy kurva jó kezdés volt, az így bevont, és az így, wow, bazd meg, ez nagyon durva. Végre nem egy klisé, és most mi van? Ugye, eddig mindenki látta. We need to get away from here. Clear your head, you know? Okay, éjszak felé tartunk. Good morning, let's turn in the bounties, and we'll hit the road. Oh yeah, brother, now you're talking. Gondolkodunk rajta, hogy majd elmegyünk éjszakra. Wanted a freak show. Oh, nice. Shit. Place is crawling. Egymás is eszik, ne csináld. Thinking, and I already know it's a bad idea. You just ride on through. You pull as many of them off as you can. And I go in through the back, down that hill, find the garage. Shit. All right, you just give me a few minutes to find the part that I need. You ride back, we ride the hell out. After I kill a few of the bastards. Swear to God, you got a death wish. Like I said, not tonight. Down, you stinking son of bitches! Szóval elkájtolja őket, nézzük. Nem tudnánk valahogy csöndben berúgózni valami óvatosan? Várjál. Semmi nyomot nem találunk a Witcher senses-zel. Most nehogy már, tehát Leaving Mission Zone, srácok, arról volt szó, hogy ez a játék az Open World. Ne rakjon már be ide, hogy most ezeket kell minden áron megoldom. Go on, get out of here, you little shits. Ezek gyerekek? Nem kizárt, és nézd felém. Nézdek mind felém. Jó, hogy háromszöggel lehetett volna. Jó, nem baj, nekem egyértelmű volt, hogy hátulról rám menve. Alright, az mi? És olaj, jól látom. Kerozin. Wow. Ha nem vettek észre, akkor nyugodtan legugolhatsz és kavicsokkal dobálhatsz, hogy így eltered a figyelmet. Hát engem észrevettek, legalábbis a gyerekek ott fent. Bár nem tudom, hogy az most tart-e még. Komoly. Nem támadnak, amíg nincs kevés HP-d. Vagy még nem invédeled a territóriumukat. Komoly. Na jó, nézzük meg, hogy tudunk-e csinálni. Még egy... Tudjátok, hogy mit, nem? Azt.
Come on. Konkrétan nem volt idő elolvasni. Miért könnyebb éjszaka clearelni ezeket a nesteket? Ezt nem igazán értem most, de... Na mindegy, valami miatt éjszaka faszába a helyzet. Nehogy már néhány gyereket is tudjak elintézni, várja. Hey! Menjünk a picsába innen? Alright. De most... Hülye gyerek. Akkor inkább leváltozik, jó? Ott nem megyünk be. Clear-eltem, de ezek szerint utána nem maradt semmi. Sajnos ez... Ez maximum olyan, hogy így ezt a területet tisztának tudhatod később. De persze, hogy ugyanúgy visszatérhetnek a zombi gondolom, meg ugyanúgy visszaépíthetik ezt a nesztet előbb vagy utóbb. Igazából sok sokat nem látok ebben így értelmet. No reward. Csináljunk ebből annyit, amennyi... Aha, jó, hát ennyit konkrétan. Ennyi. Nice. Sterilizáló kellene valami, valami fertőtlenítő. Az ott mi? Scrap. Egy asztalláb. Jó. Ezt jó tudni. Össze-vissza találhatók a világban. Jobbak, mint a kés. Gyorsabban széllel lehet verni egy-két enemy arcot vele. Az mi volt, ti is láttátok? Ez meg egy székláb? Várj, az ott az asztalláb, ez meg itt a... Plank, minden a neve. Az a neve, hogy 2x4. Jó, tehát van nálunk egy 2x4, oké. Nest? Ez itt egy nest vajon? Vagy nem annak számít? Ez is mennyire faszám, mert mobil nest vágott, tehát hogyha ezt valamivel felvenném, így rá... Tudjátok, mint amit... Hát, tudjátok, hogy működnek a kamionok, nem? Tehát így ráakasztolt, és akkor így elhúzza. Na, tehát hogyha egy ilyet csinálnék, csak azt sem tudom bazdmeg, hogy melyik oldalról kell. Faszom se ért ezeket... Várjál, hátul van kerék. Még nincs kerék, nem kéne ide is kerék? Lehet, hogy éppen kereket cseréltek, és így... Aha! Azért összeállnak itt a sztorik, nem? Hogy egy kicsit fejtegeted, hogy mi a fasz látsz. Nem igazából csak bénázom. Tehát egy mobil nest, amit így arrébb húzhatsz, ugye? Tiszta király. Vajon megérzik a saját szagukat? Vagy utána nem szórakoznak vele, hanem... Ezek így a territóriumot védik igazából, és elkezdenek egy új nestet építeni? Vagy mi történik? Hát csak nem válnak izé hajléktalannál, leülnek az útszélre és kéregetnek. Kéz eddig jó volt. Nem, ez nest lesz szerintem amúgy mindenféleképpen. Csináljunk egy ilyet.
ez ment valami? Hacskúró. Az nem sok, most ez alapján mélyében kell végigvernem az egész világot. És kacok, mit szóltok ehhez? Igen, durva. Na de végre, végre találtunk egy kis lootot, tényleg, ne csináld töltényeket. Tök jó. Már éppen itt volt az ideje, hogy találjunk valami normálisat. És akkor ebben... Tehát erre volt rákasztva. Az a cucc. Menjünk tovább. Hát... eddig nem túl izgalmas minden, ami történik. Tök jó lett volna, hogyha végigrakják ilyen nótokkal, feljegyzésekkel, levelekkel, sztorikkal, hogy jaj, bocsi anyu, elindulunk éjszaknak, nem? Sajnálom, hogy még nem jöttél meg a kórházba, hogyha hazaérszik, hogy gyere te is, meg hogy... Tehát érted ilyenek, hogy kicsit drámaibb legyen ez az egész, most megyünk itt a házakba, fasz tudja, hogy mi történt, de igazából nem is túl érdekes így ebből a szempontból. Ezekre a kis apró dolgokra adtak volna, az nagyon király lett volna. De egyőre semmilyen. És ez szomorú. Na, add a fertőtlenítőt, nagyon jó lesz. Csináljunk egy bandage-et. És üdv mindenkinek, aki ide néz hozzánk, sziasztok! Remélem, hogy élvezni fogjátok ti is a játékot, nekem egyelőre nem sokat ad. Reg, viszont rongyból rengeteget találok. Ahelyett, hogy valami sztorit találnék, de nem. Lesz itt még bent valami? Amúgy, vagy körbe mentünk és... Körbe mentünk. Hey, sorry. Hányszor kell megütni majd ezeket? Azt elveszik, ugye? Jó, hát a hard mód az hard mód attól függetlenül. Az benne van. Egy párat lehet, hogy leszedhetnék Shotival, de hát ez 10 skúrom van, tehát azért annyira nem sok. És nem bőkezű ez a játék egyelőre, semmilyen szempontból. Wait a sec, most azt akarja, hogy kezdjem clearelni előről, tehát nem volt ott egy mentés. Baszki! Go on, get out of here, you little shits! Most akkor viszont csinálhatnám úgy, hogy most már tudom, hogy fent van egy asztalláb, itt a pick-upon van ez a 2x4-es akármi is, ami igazából egy darab deszkának tűnik nekem. Ezt most már tudjuk, hogy kell elintézni. És... Ne felejtsünk el molotovokat kraftelni. Aha, észik a kevesebben a Stormer, értem? Azért könnyebb, az meg. Hopp! Irányítás, ne harika! Érdekes volt. Késsel egyvégyezni jobb. Most hogy az Istenbe kerültél oda fel? Na, gyere már le, légy szíves, mert... Még be kell, hogy fejezzelek. Érdekes, ez érdekes volt. Most ez alapján a gyerekek, akik ott fent vannak, tehát őket lehet, hogy jobban megérni, ott hagyni. Most mit számít az, hogy ott vannak? Lootot nem kaptunk, csak egy kis scrapet, ami ott volt fent. Tehát, és ez megéri nekünk? Ennyire fontos a scrap.
Kurva jó kérdés, mi? Remélem mindenki jól van, szervusztok egyébként. Nekinek fasz a csillás vasárnapot kívánok. Vegyünk fel egy ilyen asztallábot, aztán nem tudom, verjük el a gyerekek segét vele, mert kicsit már idegesítő, hogy ott izé nyomulnak fenn a tetőn. Ugye hát, hogy senki nem mond nekik, hogy ezt azért nem kérne. Ez mi? Ez mi? Hát azért hány ütés egy gyerek? Oké. Okay. Bazd meg, szétvertük a gyerek fel. Hallod, azért ilyenkor a gyerekvédelem hol van? Ez a játék 18 pluszos. Az meg konkrétan locsan a gyerekek feje. Hát beledöngöltük őket a tetőbe. Szétvertük a fejüket, mint a büdös szart. Az meg nagyon-nagyon durva ez a játék. Na jó, ez volt az egyetlen pontja, ami tetszett. Ez, nem tudom, ez lehet, hogy engem minősít. De eddig ez volt az egyetlen olyan pont, amire azt mondtam, hogy jó, oké. Szétvertünk pár gyerek fejet. Most kezd valami durva lenni. Ti érted? Mert eddig klisé. És tényleg nem néztem meg igazából semmilyen gameplayt néztem, egy ilyen kájtolós zombi kájtolós dologról. Ez mi itt lent? Látjátok ti is? Még egy rongy, hát mi más lenne, baszki? Ebben a játékban a rongyokat ütöd, mint hogyha nem tudom. A való életben pénz lenne. Nem éri meg erre jönnöm. Itt is volt egy nest. De itt legalább volt bent töltény, tehát mondjuk ennyivel megörvendeztettek minket. Hát azért sokkal gyorsabban nem verjük el. Tehát hiába asztal láb, meg ettől leszünk kemény arcok, azért annyira nem. Nem lehet ezt mondani. Kéne az a töltény, hogyha kialudna a tűz. Na végre. Nice! Srácok, lett egy kis hammunk. Hát... Frenetikus. Tényleg, nagyon vártam, hogy legyen már hammunk. Nem, igazából, hogyha őszinte akarok lenni, akkor azt várom, hogy valami történjen. Valami, ami sztori, amire azt jelenti, hogy wow, na ez volt az, amire vártam, bazd meg. Ami bevon, ami kemény, ami drámai. Amit ettől a játéktól vártunk, ugye? Valami ilyesmire gondolok. Nem fogok hílelni, most miért mondja? Hárdon megyünk végig szépen. Benne így kapásból, tiszta jó. Sörös üveget azt úgy gyűjtjük kb. Mint a Last of Us-ban. Azért a baseball ütő az menő fegyver, nem? Jó lesz, visszük magunkkal. Nem túl változatos a loot, tehát igazából vagy rongyot találsz, vagy fertőtlenítőt, vagy üveget, tehát... Na, látod? A
találtunk egy kis WC papírt, és egyből azt mondta rá, hogy bandage. Tehát lehet, hogy csak ilyen szűk, nem tudom, be van szűkülve a csávó, és csak ezeket látja a dolgokban. Lehet, hogy tök jó cuccokat találunk egyébként, csak azt mondja, hogy nem, nem mert az rongy, nem mert az fertőtlenít, hát tehát ilyen fasz tudja, ez mi? Kukázzunk egy kicsit, hát... Igazd meg, haver, ezt miért csináltad? Mász már ki, hát hogy nézel ki? Hogy az anyádba nézel ki? Azt a picsa, gyerekeket belemásztunk egy kukába. Na, egy kis májusfű. Ki tudja, hogy az milyen virág? Természetesen gyógynövény. Edukációs jellegű streamünket látjátok. Ahol egy sráccal, aki egy kukabúvár, nem tudom, szétvágunk néhány gyerekfejet. Ez itt most clearelhető? Nesznek számít? Vagy leszarom. Megcsinálom. Kíváncsi vagyok. Exploroljunk ebben a játékban. Oda néz és begyullad. Talán begyullad. Nope. Az mi? Túl sok bandage van nálunk, hát túl sok WC papír. De ugye nyilván ezt azért más dologra is lehet használni. A WC papírt, mint arra, hogy bekötözd magad. De nem tudom, a csávó már lehet, hogy csak így a lapulevélben gondolkozik. Engem nem zavar. Igazából a játék során soha nem fogjuk őt látni szarni. Hogy basználd meg, hogy már megint itt volt. Nézem, most híleltem. Tehát, hogy lehetsz ilyen szar? What? Mi a fasz? Ezt hogy csinálta, hogy így dash-elt, dodge-olt, állt a falnál, oda volt nyomva? És aztán azt mondta, hogy két ütésből mattot ad. Két lépésből. Bazd meg, kezdjük előről tényleg. Srácok, egy órája megy ez a stream, de annyira nem tudom átérezni. Annyira nem működik, pedig esküszöm, hogy egész hétvégén azt vártam, hogy hazajöjjek melóból, és nyomhassam, és nem. Go on. Azért, get out of here, you little shits. Mi lenne, ha végig kommandóznék? More bounties. Use this. Lementem erre? Mármint erre igen, csak... De még most, amíg meg tudjuk ölni, addig öljük meg. A fülét felvettük, hogy nem nagyon? Nem, de hogy is. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az, amit majd a fülekért cserébe kapunk. A játék ele, bárhogy nézzük, eddig nem jó. Tehát próbálhatnám meggyőzni magam, hogy de jó az, de nem. Nem, ez most el van baszva. Srácok, amit látunk. Ez nem bombe, ez nem drámai, ez nem durvább, mint amit eddig láttunk. Ez klisékből építkezik. Eddig... Érted? Így nem túl jó. De hát nyilván ezt ti is érzitek. Én direkt nem néztem róla semmit, hogy ne spoilerezzem el magamnak. Jó, tudjátok mit? Szarok rátok, hozok inkább egy asztallábat, aztán majd rendbe rakok mindenkit. De most jön az izgi része, amikor gyerekeket verhetsz el. És akkor most kell dodge-olni, hogy hogy van ennek a mechanika? Na mindegy. Van nagy ütésünk? Nem, nincs nagy ütésünk. Aha, értem. Megéri heal-e? Na jó, mindegy, nyomjuk meg azt a heal button-t, hát...
Valami lesz belőle, majd meglátjuk, hogy gyerekek hogy viselkednek ide fent. Mondjuk erre hogy reagál, szaros. Eddig a mesterséges intelligencia nem győzedelmeskedik azért. Ugye, baszódj meg akkor. 6 darab gyerek van, hogy csak túlélte azt, hogy Csatival rálőttem egyet. Közelről, kurva közelről. Vigyázz meg. Jézusom! Tiszta királya, hogy a gyerek fejét belevered a tető. Az meg nagyon durva. Csak azt nem tudom, igen, tehát hogy átmegy a feje, úgy néz ki, mint hogy szétlocsanna, és aztán átrántja a tetőn túlról. Tehát mégse locsan szét, hanem így keresztül rántja a tetőn. Érdekes elbaszás, érdekes bug, soha nem lesz kijavítva. Még általában nem vagyok ilyen negatív, de az meg, hát na, többre és jobbra számítottam így. Skácok, persze, csináljuk meg, várja. What? Jó. Keresgéljünk egy kicsit, valamit elhagytunk. Találtunk egy újabb növényt. Egy rongyot. Nagyon kéne nekünk egy molotov, de nem fog engedni. Van pisztolyunk viszont? Mert ez lehet, hogy nem lenne szar, hogy inkább arra váltanánk a soci helyet. Ideben nyilvánvalóan semmit nem találtunk. Crafteltünk mondjuk néhány bandage-et. Elindulhatunk hátulról. De eddig azért valahogy volt arra molotov, hogy mind a kettő nestet kiírálni tudjuk. De nem számít, hát majd nem tudom, kitalálunk valamit innen bentről. Vagy ez kellett nekünk? Nem. Itt van a következő nest, amit clearálni kell. Várja itt a... Az. Rongy és üveg. Okay. És WC-papír. Az élet. Ezen a helyen. Ott hagytam a kerozint, ne basszatok fel. És ezt nem igazán értem, hogy hol misszeltem el. Mi történik, hogyha futok? Tudják, hogy merre megyek? Nem igazán. Megbukott a tudomány náluk. Na itt mi van bent? Crap. Kösz. De most kajakodhatjuk ezt a kerozint, ami miatt nem tudunk nesteket burnölni? Itt volt a másik oldalon. Úgy emlékszem, hogy felvettem. Hát fel is vettem, de hát akkor mennyi kell? Nem tudunk leszírni valamilyen, nem tudom, kocsiból, tartályból, bármiből? Csak még kurvára nem fogunk molotovot csiholni. Na mindegy, egy olyan nestek clearelésére más megoldást nem találtunk, csak ugye a molotovot. Pedig egyébként egy égő
WC papír gurigával is szerintem lángra kapna ez az egész szar, nem kell feltétlen ahhoz, hogy legyen benne gyúlékony anyag. Mondjuk az égi WC papír guriga azért az elég gyúlékony. Azt úgy... Jó, persze lehet, hogy hamar elfüstöl. Az a célunk bazdmeg, hogy az egész hamar elfüstöljön, nem? Tehát, hogy... Na, égén túrákon keresztül. Ezeket meg elkájtoltuk, aztán visszajöttek a kis petrol territóriumukra. Gyere, haver, most van. Ez fasza volt. Oké. Azt még nem mondta a játék, hogy baszolt már. X, szegény gyerek. Most kajak, megcsinálom. De még mennyire, hogy megcsináltam. Jó, oké, elismerem, tetszett. Oké, nem volt szar. Mégiscsak egy gyerek torkát átvágni, az izgalmasabb, mint neszteket burnolni. Kerozinnal, amit nem is találsz meg, ugye? Urvabetegen hangzik, tudom. Hát ez az igazság, bazd meg. Arra számítottunk, hogy valami durvát fogunk látni. Valamit, ami meredek, ami új. Ahogy, bazd meg. Mindenki jönni fog, remélem, bulizni. És az egy kicsit olyan szar élmény, egyébként sziasztok úgy mindenkinek, aki ide talál hozzám a streamre, hogy tényleg rongyokat, meg WC papírt, meg kerozint kell gyűjteni, 7 néző, de honnan jöttek ilyen sokan? Sziasztok! Szóval ennél azért többre számítottam, ez így... Találjunk már egy kis kurva kerozint, mert nem tudunk tovább progresszelni a játékban. De tényleg ilyenkor mi van? Tehát, ha nem tudsz leszívni egy autónak a tankjából sem... Oké, te megvagy. Gerincs felő, az jó lesz. Akkor anélkül nem tudunk clearelni semmilyen nestet. És vajon addig vissza fognak spawnolni mindig? Meg hogyha clearelünk, akkor tök mindegy, hogy megöltünk mindenkit, azok elő fognak jönni. Ugye? Kurva jó kérdéseim vannak. De továbbra sem tudunk molotovot craftelni. Annyira mondja, hogy healeljek, hogy most már fogok tényleg. Már muszáj. Feleslegesen jöttem be ide is, nézd meg. Jó, van itt egy kis üveg, de ennyi. Fertőtlenítő. Itt vannak szemben velem öten. Észrevettek? Talán. Az a baj, hogy ez a része sem túl érdekes. És észrevesznek, vagy nem. Ugye, és akkor itt állsz, mint fasz a lakodalomba, hogy itt van egy nest előtted, és nagyon-nagyon szeretnéd ezt clearelni, de... Nincsen mivel. Nem tudod mivel megoldani. Itt bent sincs kerozin. Eddig az egyetlen hely, ahol találtunk, az itt volt. Ezen a, hát nem tudom, nevezzük tartálynak. Szóval a kettő közt. És azt felvettük, elhasználtuk, csá. Lehet, hogy egy ilyen beszopott mentést indítottunk el. Mert hogy előzőleg azért tudtunk clearelni faszán, és aztán meghaltam, és akkor most legközelebb meg már így tökre nem tudsz, nincs miből. És kacok, ez kurva szomorú. Itt is volt kint valaki, emlékeztek? Na jó, menjünk ki hozzá, lepjük meg. Kis WC papír guriga. Ha esetleg hasmenésed lenne, nagyon jól jön. Fertőtlenítő, amit hűtőben tárolunk. Egy fa baseball ütő. És oda kint egy zombi. Nincs itt esetleg valami fű, amit
felvehetnénk, amit elszívhatnánk, nem, nincs semmi. Nézd, a bent van! Wow! Itt van bent valami, ami négy és sok és jó. Nézzük már meg, mi igazok. Wow! Nézd, ott volt! Kaja, aki gurig a WC papír. Na jó, tovább. Minden, amivel interaktálni tudsz, akkor ezek szerint azt kijelzi. Ez mi a következő ajtó? Nem. Egy kis májusfű, srácok. Jól gondoltam, hogy az. Ugye? Milyen durva, amikor egy kertész játszik egy játékkal, egyből megmondja, hogy mi van a földön. Csak viccelek egyébként, én sem tudtam, hogy az az, de állítólag, tehát ott kiírta felül. Bazd meg, el fogok aludni ezen a gémen. Motel safe kombinációt találtunk. Ezt tényleg így este kell játszani, amikor már ugye elaludnál, és így nem akarsz már túl sok akciót. Nem akarsz már nagy pörgést, rongyot akarsz, meg WC papírt, kerozint azt nem. És olyankor így benyomod, és akkor úgy el vagy vele. Na, szopjunk már le egy tankot itt, vagy valamit. How's it going, brother? You ready? Not yet. Still gotta find a way into Willie's garage. Gotta be a fuel pump inside. Hurry your ass up. I rode past one of those, what the hell do you call them? The shit that Rippers put up. Sigils? Yeah. It's not. It means they're up here somewhere. Nézd! Oké. Ott van, baszki. Jó, tedd le ezt ide? Ez nem kell. Tedd le. Úgy. Rúgjál is bele, a gyerek. Na, végre van kerozin. Na figyelj, csináljunk egy-két molotovot. Remélem, hogy... Konkrétan egyet? Ez volt mind, amit tudtál csinálni, srác? Hát hol az anyába találok többet? Na várjál. Menjünk vissza, mert ott biztos, hogyha ezt megcsináljuk, itt ezt clear-eljük, ezt a nestet, akkor utána lesz benne. Elfért a stamina, jó? Akkor sétál, jó? Kicsi szuszi, pihi, ne gondol túl. Szóval ide, hogyha ezt behajítom, akkor utána biztos, hogy lesz mögötte töltény, ami kurva jól jön nekünk. Hát azért Sotival jobb volt. Wait. Alrighty. Oké, pusztulj. Szerintem Isten maga. Tudok nyomni olyan háromszöges kivégzőset? És a másikkal mi van? Ja, egyszer meglőttük, ezért most már így könnyű lesz. Jó! Right! Égél már el, léci. Várj. Most hogy lett hirtelen tele a Shotty ammo, nem? Tehát ezen is érdemesen elgondolkodni, hogy eddig mindig kevesebb volt. Lehet, hogy most keveset használtam. Lehet, hogy most csak szartam bele, és csak mentem és öltem. Hányat tudok vajon így elintézni? Még él? Hát nem él. És a többiek le se szarják, hogy itt Shottival szétlőttem egy haverjukat. Mászunk be abba az izébe, sátorba. Wow, ti is látjátok, ott van fent egy igazi indián sátor. Mindenki tök kíváncsi rá, hogy mi lehet ott benne.
Wow. Itt is van egy nest, amit nem tudunk clearelni kerozin hiányában. Ah, oda meg nem fogunk tudni felmászni, ugye? Nincs miről. De az igazán, tehát hogyha nem tudom, éjszaka van, aludni szeretnél, ezt mindig megcsinálhatod. Aiden! Hagyd ubjébb. What? What? Ja, hogy inkább, hagyd inkább. Kocsit bütyköld meg, nem bütykölök semmit, bazd meg, tényleg, tehát szétúrom a picsámat, mert nem tálok kerozin. Ennek a játéknak a legnagyobb, ott van, nézd, ott megtaláltam. A leglényegesebb dolga a kerozin. Ugye ezt normál helyeken egyébként repülők meghajtására használják, ebben a játékban nestek clearelésére. Igen, tehát a távoli jövő, amikor már... What? Miért nem tudom használni? Ja, mert most meg az üvekkel. A távoli jövőben, amikor már zombik ellen küzdünk, amikor már átvették a világ fölött az irányítást, a kerozint többé nem a repülők meghajtására használják, hanem a zombi fészkeknek a felgyújtására. Kurva érdekes. Na jó, scrappeljünk egy kicsit, mert úgy látom, hogy itt is csak ilyen darabok lesznek. Wow! Egy igazi hangtompító. Ez tiszta király, hogy találtunk valamit, ami más, ami új. Hol az Istenbe rakom fel, a szájdámra kell rámenni. Igen, ma arra nem lehet. És ennyi volt, már rá is raktuk? Hát, igen, úgy tűnik igen. Éden, mi a helyzet? Remélem, hogy fasz a kis napod van. Vártad nagyon, hogy hazajöjjek, nem? Azért durva volt ez a két nap nélkülem. Ó, nem, az meg nekem volt a durva. Annyit melóztam, hallott tegnap, reggel 4-től nyomtam este 9-ig. Már faszom ki volt. Na, nem, nem. A mindenem, az egész életem ki volt, egy szar volt az egész. Találtunk kerozint, menjünk, folytassuk a nestek clearelését. Tiszta, érdekes. Nézd, ott egy csávó ott áll. Arra vár, hogy hátulról rendesen megszekirozzuk. Vár, ez nem az a game. De a szekirót se lenne szar nyomni valamikor. Be kéne fejezni ezt a játékot, érzem benne azért. Még a móka faktort. De most mi, haver, tényleg? Nem vettél észre? Nem veszek ezek észre semmit. Tehát így, én nem tudom, ilyen zombi szemekkel. Egy méterig látnak, maximum. Az a baj, Aiden, hogy megint diszkóba voltál, és megint nem vittél haza semmilyen nőt. Látod pedig, milyen boldog ember lennél most, hogyha azt mondanád, hogy jaj, izé, képzeled, egész éjjel fárasztott a csaj, tök király volt, tök fasz, tudod, tök meleg szendvics. Hogy mondta a vírus, emlékszel arra a videóra? A kurva anyádat. Azért valami torokra azért lőttünk, nem? Csak az lehet, hogy ezeket nem nagyon számít. Most miért kell hörögni, hülye gyerek? Fordulj már meg. Még a fiúk sem mennek rád? Bazd meg. Mármint ott lent vagy a dizsiben, hogy érted? Na várj. Itt volt még egy ilyen szar, ott van. Mindenki látja, hogy itt most lesz a durvítás. Tehát oké, kijönnek majd, nézd meg, és mi van, ha elbújsz? És
semmi? Akkor kijöttek a csá. Hát jó, akkor menjünk a következőre, ez fasság. Sörös üveget valahonnan találjunk, már nem olyan nehéz, be az meg tele van az egész egy WC papírral, sörös üveget meg nem lehet találni. Hallod, mindjárt hozok egy sört. Mennyi az idő? Vasárnap 12:32. Lassan itt az idő, hogy azért keményen bebasszunk. Srácok, egy másodperc szünetet kérek. Na, bocsánat, csak írtak, hogy valamit oda kell adnom. Várj, mi? 735 nép? Napja. Szóval, hogy valamit oda kell adnom az egyik haveroméknak, már is jönni fognak át egy 20 percen belül. De az csak annyit fog jelenteni, hogy magamra kapok valamit. Kiviszem. És jövök. És nem narkóval üzletelek miatt valaki azt gondolná, pipadohány lesz az, amit trédelnem kell. Na várjatok, ami most hiányzik nekünk nagyon, ami nélkül nem tudunk élni, az egy kibaszott sörös üveg, vágod? És nem tudsz találni egyet sem egy ilyen elbaszott helyen, mint egy benzinkút. Kurvára próbálkozom egyébként. Nem lehet, mert egyik kedves barátnőm jön érte, úgyhogy ezért mégse lehet egy száfaszba kimenni. De egyébként streameléshez, Leaving Mission Zone, bazd meg, ennyit az Open World-ről, ugye? Ennyit az Open World-ről. Szóval, hogy streameléshez mindig azért levetkőzöm, tehát anélkül nem lehet ezt így csinálni, srácok, nem tudom, az ember kicsit lehúzza a redőnyt, hogy azért kellően sötét legyen, mégis egy jó zombis játékra számít. Egyszerűen nadrág, póló, ledob. És akkor mehet a stream, nem? Én mindig mesztelnül szoktam. Máshogy-máshogy sem tudom képzelni. És aztán amikor jönnek ezek a zavaró tényezők, hogy azért ki kell vinni ezt-azt, meg megjönnek a vendégek, meg ilyenek. Nincs választás. Nyomni kell. Sörös üveg. Azt a lábas faszamat, azt. Persze, hogy zavar. Nem, legalább egy kicsit lesz időm, hogy kifújjam magam, mert ez a játék túl pörgős, túl akciódús. Megtaláltuk ugye a kódot a széfhez, és lesz benne egy sörös üveg, ugye? Mondjad már, bazd meg, attraktor. Nope. Tehát vannak disztraktorok, ami elvonja a figyelmet, meg vannak attraktorok, ami meg ezek szerint rád vonja a figyelmet. Érdekes. Wow, találtunk egy brosúrát, bazd meg, még az is lehet, hogy fogunk találni akármilyen... Na jó, már most indulnak, közben írtak, szóval, hogy akármilyen collectible-t valami. Valamit, amit érdemes felvenni a játékban, valami, ami esetleg sztori is lehet később. Na figyeljetek, megmondom, hogy mi lesz, 5 perc és jövök. Addig be right back. Mivel PS-ről streamelek, addig nem tudok nektek zenét berakni, de következő héten megveszem a capture cardot, úgyhogy onnantól az OBS-be minden működni fog. Egy kis türelmet kérek, srácok, nem menjetek sehova, vagy ha igen, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, mindjárt jövök 5 perc.
Na, srácok. Megtörtént a trade. Itt vagyok. És bocs. Ez hirtelen volt és nem bekalkulált, de hát ugye mások ideje felett nem rendelkezhetünk. Mindent hallottatok? Fitma csattogás, ilyesmi. Elnézést, nem akartam hirtelen. A feszültség, amit ez a játék vált, ki le kellett vezetni. Ha látok valahol egyetlen kibaszott sörös dobot, vagy üveget, tényleg. Léci. Éden, ez a játék egy 20-asért jött, tehát nem az. El vagy tájolódva. Tudom, te a trade-ről beszélsz, én meg a játékról. Elbeszélünk egymás mellett, de csak mondom, hogy eddig gecire nem vagyok megelégedve ezzel a játékkal. Nem mond be, nem izgalmas, szétrom a picsámat, hardmódon játszom, és mégis. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy kurva sörös üveget, de tényleg egy darab sörös üveget kutatok. Vágod? A sztori eddig klisé. Nem tetszik. 20 000, tehát 18500 forint. Szomorú vagyok, bazd meg. Refund? Nem. Maximum eladom valakinek, aki 16 ér átveszi. Mi? Most miből van nálunk max? Szopatol? Hát, na várjál. Tudok egyetem bármit? Tényleg, tehát így craftelni, akármi is legyen az. Oda már nem is enged, tehát jobbra fel. Na végre. Baszki. Nem, hiába nézem, egyszerűen nem tudok csinálni semmit sem. Szar az egész. A sörös üvegvadász. Beer Battle Hunter. Ez vagyok én. És ha végig sprintelek, bazd meg, azt is leszarom tényleg, hogyha megölnek srácok, hát... Tényleg azért nem tudok kirelni egy nesztet. És akkor rám szól a haver, hogy na kész vagyok már. Ő meg kájtolja a zombikat motoron, amíg én sörös üvegeket keresek, bazd meg. Ahelyett, hogy fognék egy égő WC papír gurigát, azt bebasznám a nesztbe, hogy felgyulladjon. Ne szórakozzunk már, hát mi a fasz történik? Az már idegesítő. Igen, többek egy pipát, aztán leülök lolozni. Jeez. Még mi a faszom ordibál, már az se érdekel, csak a sörös üveg érdekel. Az az életem, a sör, bazd meg, érted? És azt, hogyha most viszem magammal... Aha, jó. Akkor ezt fogom rágyújtani, jó? Jó lesz. Ó, hogy a... Na, ezt ide letesszük szépen. Hát nope. Várjál. Ide tesszük le. Az igen, haver. Kész, nice.
Én még az Infestation Exterminator, oké. 8% storylines, az mit jelent? Aha! Értem. Végre valami, amit lehet olvasni, vágod, mert tisztára szeretem, hogyha a helyeknek vannak sztoriai, vagy akármi. Szóval ez egy nyílt titok volt annak idején, hogy Crazy Willy egy ilyen hát bordét működtetett ott hátul, a benzinkút mögött, a szobákba, figyelj. Jaja, ő volt a strici. Nem tudom, hogy mi az az MC, de ő kijött néhányszor ide, hát nyilván kúrogatni a kedves kisasszonyokat. És mi a búzerrel soha nem vettünk részt ebben. Ja, mi kitartottunk a sára mellett, a búzer meg a Johannát sosem csalta meg, egyszer sem. Ez egy gyönyörű sztori volt, srácok. Végre valamit tudtunk olvasni, ez király. Én most elfutok a picsába, jó? Nem erre. Jó, mindenki érezte a problémát, ugye? Hogy elfogyott a stamina? What? De hisz, ezt most csináltam meg. Nincs a játékban olyan, hogy mentés. Ha menteni akar, akkor leállítja a streamet addig. Jó. Ezt jó tudni, bazd meg. Mert sprinterésből csinálom meg, vágod. Se üveg, se kerozinus. Egyre szarabbul állunk. Nem volt értelme tulajdonképpen oda felmászni. Ennek itt volt értelme, ezt elismerem. Most hogyha itt hagyom őket, akkor megint érted, tehát talán majd el fognak mászkálni. Egyébként meg fasz se érdekel, hogy mit csinálnak a zombik. Amiért úgy tűnik, hogy ebben a játékban rengeteg bandage-et tudsz craftálni, még hard módon is. Szevasz Zorikám, ezer éve nem láttalak, kicsit ki vagyok égve, mi a helyzet veled? Jaja, ez az új Days Gone, most jött ki néhány napja, igazság szerint pénteken jött ki. Én dolgoztam 2 napot, addig vártam bazd meg, hogy hazajöhessek és nyomhassam. Most kipróbáltam, 1 óra 49 perc megy a stream. És már most szétudom a picsámat, igazából azt kell mondjam, hogy ez nem volt életem legjobb választása. És ez hogy volt? Tehát, hogy nem akart észrevenni, vagy mi történt vele? Te már most ráuntál, ezt mondom, faszom. Érted, nem történik semmi. Kibasz a csörös üveget, meg kerozint keresek, meg ilyen fasságokat állandóan, tehát még azt se lehet mondani, hogy valami érdekes loot, valami érdekes sztori, mert az egész klisé. Gyerekek, nem akarom nagyon lehúzni, de nem jó eddig ez a játék.
Jó, de ez egy story mód, érted? Tehát ez olyan, mint hogy egy RDR 2-vel játszanál, vagy egy Witcher-rel, baszki, open world játék. És így kisgyerekeket verek széjjel, késsel, bazd meg, érted? Ja, Isten. Ez az egyetlen fun factor eddig, gyerekeket izé megkéselni. Meg sotival egy tetőn széjjel lőni. Szevasz, gyere fel mellém, haver. Semmi baj. Nem, nem fognak megtámadni soha. Így... Tel van. Get in there. The last. Mit szólsz ehhez, Zolikám? Tetszik ez a game? De mikor streamelsz? Mi veled? Most hányan vannak egyébként? Tehát már minek mászok fel oda, hogyha ilyen sokan? És meg leugrik hozzá? És ilyenkor lelököd? És ilyenkor meg basz. Hallod, hogyha most megöl? Ó, eddig jó. A 14-et kellett belevágni, semmi probléma. Ha most megölt volna, akkor nyomtam volna egy X-et, mert most már egy elég lett volna ebből. Gyerekekkel minden fasza, ott el vannak a tetőn, mindjárt hozok egy baseball ütőt, hogy a fejüket széllyel verjem. De rájuk is lőhetek, amikor nem bújkálnak el ilyen izé, asztalok meg ilyesmi mögé. Na jó, csináljuk meg azt, hogy csinálunk egy ilyet. Nem, nem csinálsz ilyet, mert nincsen sörös üveg, nincsen kerozin. Az IGN-nek nem szabad egy kurva szavát elhinni, le vannak fizetve. Tehát tudják, mindenki tudja, hogy sokan olvassák az IGN-t, ezért amit ők írnak, az nem egy valuable information. Tehát ott az nem fogsz olyat találni, ami szerintem pártatlan vélemény. Nagyon király egy open world zombis játék, az nekem egy ilyen álom kategória, de ez most így eddig nem az. Na, egy kis faszom néz meg, hogy mellé lövök, bazd meg egy fél centiről, nem baj. Inkább megkésellek, mert most már nem bazarom. Ja, ennyi volt? Haver, eldöltél. Jó, oké. Vegyünk fel egy asztallábat, hogy azzal aprítsuk az ellent. A Tomb Raider-t nem nyomom, mert az is kurva unalmasnak tűnik nekem. A Forest az jó, azzal szoktam nyomulni rengeteget. Nem szoktad figyelni, most azért elárultad magad. Ez kellemetlen most így számodra. Mostában rengeteget forestezek. És by the way, azok nem is zombik. Rosszul tudod. Szégyeld magad. Azok kanibálok és mutánsok. Sejtő, ezt feljutottam, itt is hagyhatom őket a faszba, mert most minek piszkáljam őket. Sem értelme nincs harcolni velük. Na de, már jönnek. Jó. Hát de annak semmi értelme nincs, hogy Zombielandet nézzél. Ez a film ráadásul nem is lett olyan jó. Mászkálás képességfejlesztés jó, hát persze, oké, megértem. De most, hogyha egy ilyet akarok, akkor meg Witcherezek. Vágod, nem Tomb Raiderezek, hát hagyjuk már. Lara Croft. Geralt ezerszer körbeveri. Jó, nem volt rossz a Zombieland, de azért jó se. Igazából, jaj, várjál, hogy a faszomba hívják ezt a színészt, akit ott eljátsza. Tudod, bemennek a színészhez, bazd meg, nem teszem be a címe, és aztán, vagy a neve, és aztán lelövik, és utána eljátsz, hogy meghal, és aztán tényleg meghal. Nem a cukor, nem. Hogy a faszomba hívták már? Szopadtok, srácok. Hát mindenki ismeri szellemírtókból, nem? Nincs meg? Nincs? Elég ciki.
És aztán egy csomó filmje volt még, vígjáték színész. Hogy lenne már Jack Nick, Zoli, menj már innen a picsába, hallod, hogy ilyen fasságokat beszélsz. Felidegesítesz, mindjárt nézd meg. Bill. Bill. Ó, bazzeg. Most segíteni akarsz? Bill. Bill. Murray. Igen. Igen, igen, Murray volt. Igazad van. Na ja. Az ott egy funny rész volt, na azt tetszett, na, elismerem. Ezeket most itt felgyújtottam a faszba, aztán elfutok, érted? Tehát bemászok erre, mi lesz, kiszednek, vagy hogy? Ne, hirtelen vagyok, aztán nem vagyok. Ennyi. Gyere haver, nézz bele. Ütögesd meg, miért nem nyílik, mi történik? Ennyi. Ház. Hát ezt is jó tudni azért. Emma Stone meg a beszél... Jó, hát jó, nyilván igen, persze, de... Most egy ötödik nekifutásra csinálom ezt a szart, most már azért picsámat szétudom. Hey, haver, hát hogy fordult el remény gyorsan? Mindjárt széttörik az asztallábán, az annyit... Júj, eltört az asztallláb! Jó, köszönöm, és akkor most mi lesz? Most már késsel nem kell, muszáj. Az meg. Szomorú az élet. Ja, és ilyenkor van a visszabaszás, oké. Figyelj, most baszol rá. Hopp. Hopp, na most mi van? Na? És időben tudok hívelni? Tudok, hát, nevetséges. Most így mit csinál? Ennyi? Oh, oké. Okay. Kimész, ezt megkésel. Oké. Okay. Ház. Ennyi. Ezt mondtam én is. Mi a fasz? Most tényleg csak így mi a fasz? Jó, mindegy, menjünk, lootoljunk. Jó, oké, de most figyelj, itt nem lehet az AI-ra fogni feltétlenül, mert igazából a zombik, tehát el tudod képzelni, hogy egy zombi nem tudja, hogy mit csináljon egy szemetessel. Tehát ezt még úgy, erre azt mondom, hogy jó, lehet, hogy valid. De ettől függetlenül... No Man's Sky-jal nem játszottam, mert már eleve fasságnak tűnt az egész. Nem, bocs, az elképzelés jónak tűnt, a megvalósítás. Ami miatt egy percet csaraktam bele. Feltudok mászni? Itt. Be akartam menni abba a sátorba szembe, de onnan bezzeg nem lehet. Vagy oda bezzeg nem lehet felmászni. Tök jó lenne, hogyha lootolhatnánk ilyen tök érdekes dolgokat. Meg ilyen feljegyzéseket, leveleket, nem csak nézd, sörös üveg, igen? Ugye? Azért jön már ez a motor. Ja nem, mert nincsen kerozin. Hát majdnem elfelejtettem ugye, hogy mire van szükségem. Mit fogok benne találni? Stamina koktél. Értem már, mire gondol Zolikám, és nem tartom kizártnak, hogy ez ebben neked lesz igazad, még mondjuk egy órajátékkal később is. Nem kizárt az se, hogy beindul egyébként. Basszátok meg akkor vissza.
Jó, igen, ezt elbassz, nem tudom. Amikor nem siker egy ütés, akkor tudja, hogy te fogod beszopni a következőt. Most már ezt is tudjuk. Következő molotov. Nicely done. Becsukjuk az ajtót, felejtsenek el. Itt se voltunk. Ennyi. Lehetséges. Szép kombinációt felvettük, nagyon jó. Most mi? Csak bejöttél, haver? Ha háttal áll, akkor miért nem... Ah, az jó volt mondjuk, ezt most életemben először sikerült dolgcsolnom a counter-öteket. És veled mi van? Figyelj, kétszer is megcsinálom, haver. Ja, most megint azt hittem, hogy ütni fog. Közben én nyomhattam volna rá egy execution. Egy executing move-ot. Legalább a küldi kész, tehát figyelj. Hűtőben nem nézhetünk be. Valami érdekeset nem találtunk. Tök jó lenne. Nem, ez most már a HP koktél, figyelj! Már nem lehet szarozni. Nyomjunk egy bandage-et. Csináljunk egy bandage-et. Kettőt. Az utcára nyílik a hűtőajtó, jól mondom. Volt itt egy szép, emlékszik rá valaki? Nem voltunk messze. Nézd, egy igazi sörös üveg. Ebben a játékban minden üveg sörös üveg. Minden fertőtlenítő az víz, és minden bandage WC papír. Itt volt benne a safe szemben. Nem lehet tusolni, nope. Szeretem, ha büdös a karakter egy kicsit. Kiválaszthatnál kecót magadnak, berendezhetnéd úgy, ahogy akarod, de ez nem a Sims, bazd meg, Zolikám. El vagy tévedve, hallod, tök rossz streamen vagy jelenleg. Írd be felülre, hogy Sims 4, és akkor ott nézelődjél, hallod? Na, végre azért csak megtaláltuk itt a tutit. Egy igazi kerozin. Wow. Na jó, lootoljunk még ebből a kocsiból is egy kicsit. Úgyhogy vámpírok vannak benne. Hogy érted ezt? Van már olyan módja, ne szórakozz. Jó, igen, szupresszor, nagyon jó. Felrakjuk. Bejönnek... Mi? Mi? Bejönnek éjszaka és megzavár... Hát csináld meg. Azt a játékot is sikerült elbaszni, hogy ez mondjuk így jobb lett. Mi a véleményed róla? Sims 4 vampír mód. Figyelj, már maximum vagyunk szupresszorból. Hülye gyerek, aki fenn van a tetőn, az Istennek nem jönne le. Elviszik a gyerekedet, hova? Minek? Wow, egy igazi medikit! Wow!
Na jó, tök jó. Menjünk a picsába innen. Gyereket izé széjjel verjük. Jó van, gyerek izé pusolj el kicsit, a hátba verlek. Ú, bazd meg. Sorry. Azazt igen, azazt igen. Tetőn fogva ez lesz, hogyha elviszi a vámpír a gyerekedet, de ez nem a izé vámpír vitt el, hanem a rohadása, hogy elnézem. Jóska gyerek, hát ez volt az, amelyik igen az álmatlan éjszakákat okozta itt Kardoskúton. Most mondtam neki, hogy most pofázzál, de csak sikoltozik, bazd meg. Na figyeljetek, figyeljetek, megmondom, hogy mi lesz. Ezen a tetőn semmit nem találunk. Ez a tető felesleges. Megtaláltuk a széfet, emlékszik rá valaki? Volt benne egy igazi attraktor. Tehát van valami, ami distractor, tehát distractelve attraktor, meg van egy attraktor, ami attraktorva distractel. Ugye? Tehát itt fordítva mennek a dolgok, hirtelen úgy éreztem, hogy be kell ugranom egy kukába, meguntam, megyünk kifelé. Bassza meg, túl jó ez a játék hozzám, ez a baj. Kevés vagyok. Ja, hogy neki mész az ajtónak, akkor jó, oké, igen, értem. Jó, tovább. De nem rossz ez a játék, Zoli, nem arról van szó, hogy rossz, csak nem lett jó. Tehát, azért nem éri meg egyelőre az eleje azt a 18.500 forintot, amiben ez belekerült, az egyelőre nem éri meg, meg kliségből építkezik, mert a loot az nincs rendesen kitalálva. Tehát, hogy nem találsz össze-vissza minden, nem találsz a helyeken nótokat, hogy éppen hol jársz, mi annak a helynek a sztoria. Nincs benne semmi drámai, és a sztori eddig full olyan, amit úgy tehát ezerszer láttunk már bárhol máshol. Meg akarom találni ezt a széfet, amiben az attraktor distraktor volt, mert kurva jó lenne, hogyha lenne egy olyanunk. Nem tudom, hogy mire való. Vagy minek, hát nyilván tudom, hogy mire való, hogy sok zombit majd oda vonzasz vele, hogyha adott pillanatban nagyon kell. Ott van a szép. Oda nézz. Meg is van. Jó. És ez mi? Négy csoci ammu, az se fos azért, hogyha van nálad éppen elég. Jaj, kis szanax azért már kellene ide az idegeimre, nekem is bazd meg, mert mindjárt az mellé elé. Tehát el fogok érkezni ahhoz a ponthoz, amikor azt mondom, hogy jó, tömök egy pipát, és átmegyek bazd meg PC-re, és lolozok. Csak az a baj, hogy ott meg attól félek, hogy vasárnap van, és nyomják a kisgyerekek nagyon a draftolást, mert készülnek a rankedre, hogy afkolhassanak egy kicsit, vagy nem tudom, tehát érted? Ettől is tartok, ez is bennem van, hogy mindenféleképpen, amit ma fogok csinálni, az szar lesz. És ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy lehet, hogy inkább sorozatot kellett volna nézni, vagy lehet, hogy inkább feküdni kellett volna tovább az ágyba. Mi? Milyen... Yami? Mi van? Miről beszélsz most? Hogy a kurva anyádás? Pusztuljál, szaros! Átvágom a torkodat, te szar! Bazzeg, és tényleg... Jó, sorry. Sorry, kisgyerek, hát azért... Ez volt a legdurvább, amit ki tudtam találni, és megcsináltam. Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor át kell vágni egy gyerek torkát. Az enyémben most jött el, hát... Max, akármi is legyen az, abból nekem annyi van, hogy az a legtöbb. Érted? Akármi is az ott benn. Komplett motorszerkezet. Elalszom. Kéne egy jó kávé. Túl jó eddig, várjál.
Várjál, várjál, hova megyünk? Mert a mission-t azt komplételtük, ugye? Nem az volt, hogy találunk el egy utat befele a... Nope, azt hol írja? Objektívek, swipe right. Oké. Opcionális navig... Jó, meg minden persze, oké. Majd mindjárt mindent megtanulok. Csak hadd nézzem már meg, hogy mi a küldetésem. Storyline of Progress Collectible Trophy Active. Meg kell találnom a fuel pumpot. De hát abból nem találtam már egy párat eddig. Vagy ez nem olyan, amire én gondolok? Gather the rest in enemy. Wait. The lost will fall. Okay. Gather rest in. Valami a fasz ez. Mi van ide írva ide jobbra? P-A-I. Nem lehet azt mondani, hogy rest in peace, mert nem az van oda írva. Itt tudom én, bazd meg. Túl jó az a rajzolás. Graffiti, rajzolás. A rajzolásoknak a kis alakjai. Na jó. We are... Mi? Nem vagyunk méri... Maty. Matyi. Mi vagyunk a matyik? We are... You are... Na jó, nem tudom, bazzeg. Nem tudom, mi a faszom, de írva nem is érdekel. Túl jó volt az alkotó. Várjál, lehet, hogy kitudom, nem tudom kinyitni a csomagtartót. És az orrát kitudom nyitni? Nem, azt tudom kinyitni. Nem tudok semmit, csak kinyitni. Mi lenne, ha megtalálnám a motoromat, bazd meg, aztán elmennék a picsába erről a helyről? Hát nem igaz, hogy fuel pumpért jöttem, aztán... Stamina depleted. Oké. Akkor majd megpróbálok lassítani egy kicsit. Sőt, hallod, le is googolok, hát ettől gyorsabban jön vissza. Nem, bemegyek ide, hát lehet, hogy itt van valahol a... Nem tudom eltolni az ajtóból. Nope. Lehet, hogy itt van bent. Ben vannak a gyerekek, úgy hallom. Helyzet van. Ez most fuel pump, ez jó? Nem. Oké, hogy az ott... Nézd meg. Tehát, hogy az ott be van zárva. De mi történne? Ha nyomnék egy ilyet? Pontosan az történt, amire számítottam, bazd meg. Hogy az ajtó meg sem otszan. Hát égen meg minden, most nem ez a... És az lett volna jó, hogyha mondjuk be is, nem tudom, robban érted, tehát hogy kiviszi, vagy beviszi, vagy valami. Ami történne vele, de nem. Oké, nézzük meg, hogy mi van itt. Ez ugyanaz a garázs hátulról. Lehet, hogy a tetőről fog bemászni? A gyerek mellől, de vajon honnan? Bocs, kisrác. Sorry. Na, láttátok? Beestem egyszer csak valahol. De hol? Éj, várjál, mi van itt? Láttad? Te is, hogy valami ott volt.
Oké. Az előbb nem sárga volt a lámpám fénye, hanem fehér. Ráadásul vakító ott lent az alagútban. Most valamiért ilyen kicsit színváltás történt. Lehet, hogy merül és így jelzi. Jó Isten tudja. Világít a melkasom, igen. Igen, én vagyok Iron Man, nem tudtad? Na jó, csináljunk ilyen dolgokat, amik érdemesek lehetnek. Várjál, ez volt a survival wheel. Csináljunk ilyet, hogy molotov. Még egyet. Még egyet. Igen. Csináljunk ilyet is. Medikit van ilyenünk. De jó. Bandage-et nem tudunk többet csinálni. Stamina koktélt sem tudunk csinálni. Ennyi volt. Ennyi volt minden, és minden más, amit felveszünk, az konkrétan feleslegbe menne. Látod? Tehát nem tudok rájönni, hogy mi az Istenre való az. Jó, igen, skill-ek, nézzük meg, hogy mik vannak. Van gearünk, supplies, materials, és van crafting. Nézzük meg a craftinget, hogy ott lehetne. Nope. Tehát van nálunk egy csomó scrap. Undiscovered supplies, oké. Okay. Menjünk a picsába, innen hagyjuk. Nagyon szomorú vagyok most. Nagyon le vagyok törve. Oké, okay, bejöttem, itt most meg kell találnom valahol a fuel pumpot, ugye azt beszéltük, ezért jöttem be. Találtunk valamit, ami collectible, oké, okay, az jó. Soci ammo, az is nagyon jó. Gotta be a fuel pump in here somewhere. Annyi scrap van, hogy beszarsz, és nem lehet őket használni, látod? Azért azt nem felejtjük el ezt a helyet, mert ez három rohadt nagy pile of scrap, tehát eddig 15-öt biztosíthatunk így. Nem tudom, így a semmiben. Ne, itt van egy motor, ne csináld. És erről leszedjük? Boozer, you there? Igen. Ahelyett, hogy elvittük volna ezt a motort, ahelyett inkább a sajátunkat fejlesztjük fel vele. Ezt nem tudom felvenni? Boozer? Boozman? De, oké. Okay. Special suppressor. Na jó, és ezt mire rakod fel? Nem tudjuk. Boozerrel valami szopó történt, srácok, úgyhogy meg kéne nézni tényleg, hogy mi van vele. Ő a legjobb barátunk, miatt hagytuk ott a feleségünket, mert kiderült, hogy melegek vagyunk, és inkább egy motoros bandában szeretnénk motoros férfiakat ölelgetni hátulról, miközben rójuk a sivatagi éjszakát a motorainkon, és azt mondtuk a babánknak, hogy akkor csá, baby, menj a picsába, menj el a helikopteres izé orvossal, aztán jó lesz neked majd ott. Majd jövök én is, és közben eltelt 2,5 év. Mi mászott bele a kocsi motorjába? Nem mászott bele semmit. Tehát eltelt 2,5 év, és most itt vagyunk, átvertük a csajt, még mindig a Boozerre vágyunk titokban, tehát itt van ez a romantikus szál eddig a sztoriban, én úgy látom. Igen, 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 na nyomjunk egy mentést gyorsan. Oké, reméljük, hogy ez megtörtént. Nyissuk ki. Mit láttatok ebből közben egyébként? Mi történt? Itt elment a kép? Mert úgy láttam, hogy el fog menni. Rippers. Sir, where are you, man? Találtunk valamit, ami úgy néz ki, mint egy bot. Egy karó, aminek az a neve, hogy 2x4. 2x4, ez így hívják az amerikaiak a botot, hogy 2x4. Az igen, haver. Get off
Biker Man! You must be brought low, Biker Man. For you are lost, and we are found. That's nice. We will show you. You are not one of the found. You are the lost. The path. You are lost. Get low. Get low. Get low. Na most miért csinálják ezt? Ez miért lesz jó? Nem értettem. Nem akarnak tőle semmit, csak kideríteni. Tehát nem azért... Igen, leégeti, de nem izé, tehát nincsenek most célja, érted? Szóval nem az van, hogy mondd el, hogy hol van a kincs, vagy megöllek te, geci, vagy add vissza a kislányomat, mert különben letépem a fejedet, hanem teljesen szimplán, csak úgy néha rányomta, és mondta neki, hogy maradj lent, meg aztán rányomta megint. Tehát valamit vigyenek már bele a sztoriba, a faszamat már, hát... Ezt már mondtad? Get off me! Bitches! Hey! Over here! Miért ordít az a fasz? Show him the better asshole! Come on! Here! Now! Oh my god. Let me help you up. No, you don't. Get up. Fucking rippers. You gotta go. Mennyi van? Oké, az ott jól néz ki, az király. Láttátok, mennyi zombi jön? Végre valami. Ne nézz rá, attól elmúlik. Don't look at it. Get on the bike. Shit. Go, go. Let's go! Yay! Valami érdekes történik! Láttátok, hogy mennyi zombi jött? Jaj, és köszönöm. Köszönöm mindenkinek. By the way, aki itt ásítozom, aki itt van velünk és figyel minket és átérzi ennek a játéknak a lényegét, aki már átszellemülten teljesen magába szívta a képernyőn keresztül a játék hangulatát. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem ma. Itt töltjük el együtt ezt a mai napot, 2 óra 23 perce megy a stream. Szerintem most lesz az, amikor azt mondom, hogy csá. És menjünk aztán lolozzunk egy kicsit, nem? Ti is így érzitek, hogy valamit kellene? Ami egy picit kompetitívebb, tehát keményebben megerőlteti az embert. Mi most jöttek a ripperek, vagy számára nem jönnek a ripperek, láttátok? Faszom. Nem tudom, hogy mi kellene ehhez, mert nem lehet azt mondani, hogy ideges vagyok, nem lehet azt mondani, hogy túlságosan ki vagyok pihenve, mert egyik sem. Tehát arra gondoltam, hogy ez most a perfekt állapot, és nagyon vártam ezt a gémet, hogy most kell ezzel játszanom, és igen, és aztán kiderült, hogy nem. Hogy nem tudom, hogy lehet, hogy nagyon fáradtnak kéne lennem, vagy mi a fasz kellene csinálnom, vagy lehet, hogy ez nem az én hibám, bazd meg, hanem a játéké. They gotta have sterile bandages and painkillers. Don't leave my bike there. No. I'm gonna be going out on foot while it's still light out. Hey, I've got some ammo if you need it in the footlocker by the door. Thanks. Hey, don't take my shotgun. Jó, soha ne érje kis ujjamhoz. Tudom, hogy van ez. All right. Thank you. Thanks, brother. Just feel kind of naked without it. Mesztelenül érzi magát a socia nélkül. Haver, azzal a kézzel fogod újra tölteni, meg húzogatni a rabalsz? Hát azzal más se tudsz húzogatni, bazd meg. Na mindegy, Gunlucker, nézzünk bele. Primary. Zero available, sidearm, 1. Special.
Wow, megvan a crossbow. Ezt mondjuk a DLC-vel kaptuk. Tudjátok mit, ezt fel is vesszük. Most melyiket vegyük fel? Mind a kettőt? Még szép, hogy ezt tesszük fel. Alrighty! A driftert vesszük fel, igen, mert az lesz a jó szerintem, és én is így érzem. Meg hát ezt mutatják a csíkok is. Ott jobbra fent, ugye? Okay. Találtunk annyi ammót, annyi boltot, hogy beszarunk. Rengeteg. Nem tudsz vele mit kezdeni, már kibassza a zsebedet. Meg a táskád oldalát. És... Ma még lesz egy stream, ahol megpróbálkozunk ezzel a játékkal újra, ugyanis lehet, hogy most kezdődik el ez az open world élmény, amire azért vártam. Lehet, hogy eddig nagyon irányított volt, és állandóan azt pofázta a játék, hogy Leaving Mission Zone, amikor kicsit kijebb mentem. Igen, tudom, hogy nem lesz jó, de... De egyszerűen nem tudtuk ezt a boozert azt így megszeretni, tehát nem érezzük át most azt, amit a karakterünkben benne van, hogy már pedig neki találni kell valamit, meg kell mentenie ezt a csávót, mert mi így úgy vagyunk vele, hogy jó, persze, igen, nagyon kell találni valamit, de egyébként meg ezt megcsinálták volna úgy is, hogy azt a karaktert valahogy megszeressük. Tehát csináljon körülbelül bármit, ami szimpatikus, vagy akármit, amivel, tehát egy jól megírt párbeszéd, egy jól, tehát nem csak egy dialógus, hanem akár bazd meg valami akció, hogy valami történjen vele. Ezt nagyon-nagyon-nagyon hiányoltam. És ez a karakter számunkra semmit mondó, ott van fent a vérző éget kezével, és aztán a karakterünk meg arról beszél, hogy meg kell menteni. De miért? Nem érzem át. Ez egy olyan dolog lett volna, amit meg kellett volna oldaniuk. Tehát én most legszívesebben felülnék bazd meg a motoromra, és nekivágnék ennek az erdőnek körülbelül olyan irányba, igen, ott szembe a hegyre, nem? Inkább akkor már ez. Mint hogy itt keresgéljek valami gészt ennek a csávónak a kezére. Egyébként meg annyi WC papírt találtam bazd meg, hogy már egy múmiát csinálhatnánk belőle konkrétan. Egy lazán háromszor körbe tekerhetnénk minden végtagjával együtt, de nem baj. Semmi baj, az nem elég. I'm not taking no. Boozer's bike. I gotta get to mine before it gets dark. Alrighty. Menjünk. Most fütyüljek neki, mint a Witcherben, vagy hogy érti? Mhm. Tehát kell fa, mindenféleképpen ahhoz, hogy boltot tudjunk csinálni. És ez hogy néz ki, hogyha ezzel akarok lőni? Sehogy, mert nem vesszük kézbe, jó? Nem gond. Semmi baj, nézzük meg a Witcher Senses-t. Van-e valami, amit fel tudok venni, lootolni tudok esetleg? Nope. What the hell? Boozer, are you awake? Yeah, Deke. What's up? I just saw someone sneaking around the safe house. What the hell? What's he doing? No idea. I'm gonna follow him. See if there's some more where he came from. Deacon out. Én nem láttam, hogy bárki is sneakelne oda, de a karakterem látta, ez a lényeg. Hát ez szép lassan csordogálott le fel, nem? Mindentől függetlenül nem vettük fel a csávó motorját. Tehát gyalog vagyunk, és azt ott nem tudjuk felvenni szintén. Shotink az nincs. Nulla.
Hát nyilvánvalóan, hogy a távolabbra lősz vele, akkor kicsit feljebb kell céloznod. Tehát azért nem olyan erős ez, mint hogyha egy pisztolyból lenne kilőve. Miért nem tudok ezzel menni? Ezt tudja valaki? Na jó. Meg fogjuk nézni, srácok. Nem esetre most tartanom kell egy szünetet. És lehet, hogy lolon fogunk találkozni. Na, minden esetre addig is köszönöm mindenkinek, aki itt volt. És köszönöm azt az egy bekövetést Grabowskinak, ami ott az elején megtörtént. Nem sokára jelentkezem, addig is. Ciao.